Üdvözöllek benneteket Máltáról! A következő néhány napban bejárom a szigetet, és megosztok veletek 10 helyet, amit szerintem mindenképp érdemes megnézni, úgyhogy tartsatok velem! Még mielőtt belekezdenénk a 10-es listánkba, bemutatom az utitársamat is, Antit! Sziasztok! Úgyhogy a következő néhány napban együtt leszünk itt a felfedezők, és hát pont arról beszélgettünk, hogy a Covid előtti utolsó utazásunk volt valószínűleg pont a közös utazásunk, úgyhogy... Úgyhogy már találkozhatatok valamint a YouTube csatornán, de most üdv újra itt! Málta a mediterrán tenger egyik kicsi szigete, Szicíliától délre található nem messze, és egyébként az egész nagysága nagyjából fél Balatont tenné ki. Most itt vagyunk Valettában, ami Málta fővárosa, és itt abszolút mindenhol érezhető, hogy nagyon sokáig angol fennhatóság alatt állt az egész sziget, tele van minden piros postaládákkal, ezekkel a tipikus piros telefonfülkékkel, és hát ha tipikusnál tartunk, akkor ez is egy tipikus utca, ami nagyon hosszan végig el lehet látni, kis szűk, és az épületeken láthatjátok ezeket a zárt kis erkélyeket, ezzel van tele az egész város, borzasztó hangulatos. Ez itt a Baraka Garden, ami Málta egyik legnépszerűbb közpartja, két részből áll, egyébként van egy felső, illetve egy alsó, az 1600-as években épült, eredetileg a lovagok, hát rekreációs helye volt gyakorlatilag, és hát nekem egyértelműen ez a kedvenc helyem, hiszen gyönyörű itt a növényzet, na és a kilátásról ne is beszéljünk, amit mindjárt megmutatok, ugyanis végig-végig rálátni a kikötő részre, ami fantasztikusan néz ki, illetve itt a várfalnak a legmagasabb része, szóval tényleg a kilátás ilyen. A panoráma innen tényleg páratlan. Rálátunk az egész kikötőre, a szemben lévő városokra, és megnézhetjük a napi ágyúlövések ceremóniát. Szerintem érdemes itt kezdeni a városnézést. Máltának is megvannak igazából a saját gondolái, ezeket úgy hívják, hogy Dajsa, és hát gyakorlatilag ilyen kis privát kompként működnek, amivel át lehet menni a másik oldalra, úgyhogy most mindjárt mi is beszállunk egy ilyenbe, megkerüljük ezt a részt, és tovább haladunk. Ami még érdekesség, hogy ez egy teljes egészében a tömegközlekedés része, és mindössze 2 euróért átvisznek a másik oldalra, úgyhogy ezt ne hagyjátok ki. Valettával szembe található a három város, a kikötő szemközti oldalán elhelyezkedő erőd városok hármasa. Ide juthatunk át pár perc rendkívül látványos hajóúttal, ami még gyorsabb is, mintha a szárazföldi közlekedés választanánk, és élménynek sem utolsó. Megérkeztünk Vittoriózába, ami az egyike a három történelmi városnak, és hát borzasztóan hangulatos. Olyasmi, mint Valletta, viszont itt alig van turista, tényleg egy-ketten vannak rajtunk kívül, szóval csend van, idilli a hangulat, itt is ezek a szűk kis magas utcák vannak, viszont itt kanyargóznak, amitől még hangulatosabb az egész. Máltához számtalan csodaszép laguna és vízi barlang tartozik, így a hajózás itt elengedhetetlen. A víznek itt egészen természetfeletti kék a színe, és hihetetlenül látványos, vízből kiemelkedő sziklafalakkal és nyúlványokkal találkozhatunk. Mi a hajóról búvárkodtunk is, ami felejthetetlen élmény volt. Ideig főleg városi dolgokat mutattam nektek, de hát ha Málta, akkor egyértelműen a víz,
láthatjátok is körülöttem. Itt ez egy tökéletes búvár, illetve úszó paradicsom. Most itt vagyunk a Blue Lagoon nevű helyen, ami egy hát csodaszép képlagún a Komiró szigete mellett. És hát bármerre körbenéztek, a víz elképesztően tiszta, gyönyörű kép, és hát a természeti adottságai egészen fantasztikusak ennek a szigetnek, ugyanis amikor jöttünk a hajóval, végig ezek a gyönyörű, sziklás részek voltak körülöttünk rengeteg barlanggal, úgyhogy ha már be se jönne az ember a vízbe, hanem csak úgy hajókázna, már az egy nagyon szuper élmény. A Blue Lagoon partszakasza nagyon kicsi, így érdemes minél korábban érkezni, mert 10-11 órától tömegesen jönnek ide a turisták. Természeti különlegességet, ugyanis ez itt egyfajta belső tenger, ami nem csatlakozik közvetlenül a tengerhez, mégis a tenger sósvize van itt benne, és egy gyönyörű szép kis barlangrendszer, amin át lehet menni csónakkal. Képzeljétek, igazi kalandokba keveredtünk, ugyanis itt kiderült, hogy ebbe a barlangrendszerbe be lehet menni csónakkal, és bár az eredeti tervben nem volt benne, hogy mi bemenjünk, most mi mégis bemegyünk, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok. Én is. Ez a hajóút tényleg elképesztő volt. Amikor beszálltunk a csónakba, teljesen nyugodtnak tűnt a víz, de amint átkeltünk a barlangon és kiértünk a nyílt vízre, megtapasztalhattuk a tenger erejét a hatalmas hullámokon, miközben bármerre néztünk, leesett az állunk. Fontos tanulság, amit igazából már tegnap megtanultunk, amikor egy cunami elárasztotta gyakorlatilag a hajót, hogy mindig a hajó legelejében a legerősebb a hullámzás. De ugye mi? Szeretünk veszélyesen élni. Ha nem lenne elég a hangulatos kisvárosokból, akkor érdemes ellátogatni Rabat, illetve Medina városában is, ami Málta történelmi fővárosa, igazából kettő az egyben, ugyanis Medina az a rész, ami a városfalon belül van, és a városfal kívüli részen Rabat, de igazából teljesen egyben van az egész, és hát a hőszeretett mészkőszín, ami most itt nagyon nagy kedvencem lett, mert itt tényleg minden ebből a színből áll, gyönyörű pasztel árnyalatokkal kiegészítve, tényleg olyan, mintha egy ilyen festményben sétálnánk, és minden apró részlet annyira hangulatos itt, például nézzétek ezeket a kopogtatókat, és most ezt csak teljesen véletlenül láttam meg, de minden ajtón ilyen elképesztő, hát vagy ilyen barokk műalkotások vannak, vagy mintha a, nem tudom, tengeri élővilág megelevenedése lenne. Mindjárt meg is elevenedik egyet. Mennyire? Jaj, nehogy bekopogjak. Hiszem az egész galériám tele van ezekkel a szűk utcákról készült fotókkal, de egyszerűen tényleg itt nem is kell válogatni, hanem bárhová benéz az ember, annyira kis idilli és hangulatos, teljesen oda vagyok érte. És nézzétek, csak egy-két turistával találkozik az ember, jó, ha már nem igaz már. Én indítanék egy kopogtató spotting versenyt, nézzétek ez is mennyire jó. Na meg ez a szín is. Eddig azt gondoltam, hogy a klasszik, ez a nagyon retro Fiat 500-as a legaranyosabb autó, de most versenytársra akadt. Nagyobb sziget tartozik még, Komino, illetve Gozo is, és most itt vagyunk Gozo szigetén, és amikor azt mondom, hogy nagyobb sziget tartozik, az azt jelenti, hogy hát, ha jól emlékszem, akkor ennek a leghosszabb része 14 km, a széltében pedig 7 km, szóval
itt sem túl nagyok, viszont itt valamennyivel másabb a hangulat, mint a Málta központi szigetén. Itt sokkal nagyobbak a terek, picit számomra ilyen toszkán hatása van, egy kis Afrika beütéssel legalábbis, amikor a városok, települések között megyünk és csak autóval kinézünk. Málta egyébként egy nagyon erősen vallásos ország, rengeteg templom van. Itt Csokbozó szigetén 35 templom, itt mellettem is egy van, és rengetegszer vannak itt búcsúk, illetve különböző vallási fesztiválok, illetve ünnepek, amikre az egész várost feldíszítik, mindegy, hogy bármilyen pici településre mész, tele vannak világításokkal, vagy itt például mindjárt megmutatjuk, a mellettem lévő templom is teljesen tele van kis apró világításokkal. Hát egészen hangulatos, csak azt sajnálom, hogy mi kivilágítva onnan fogjuk látni. Ha esetleg hiányoltátok volna, itt is vannak kis hangulatos szűk utcák, bár itt egyébként nem ez az igazán jellemző szerintem. Popeye Village-t, ami gyakorlatilag egy ilyen nagyon-nagyon mini Disneyland-szerűség itt, ugyanis itt forgatták a 70-es évek végén a Popeye című musicalt Robin Williams főszereplésével, és a filmdíszletet azóta is megtartották, úgyhogy most is el lehet ide jönni, picit elmerülni egyfajta másik világban. Anti, nem igaz, már nem tudok komolyan. De hogy nem látom. El lehet merülni picit egy másik világban, itt is lehet strandolni, illetve alapvetően gyerekeknek nagyon sok interaktív program van itt. Szóval, ha valami másra vágytok, akkor érdemes ide elugrani, de szerintem egyébként ez inkább ilyen max. 1-2 órás program tud lenni, de nagyon hangulatos. Megvető bátorsággal. Oda se nézel. Azért nézz oda, hogy a kisfiúra ne ess rá. Op, op, op. Melyik fogad akar kiesni? Ennyire rossz utitás vagyok. Uram Isten, itt a filmnek a főszereplője. Hello, gentlemen! Képest, hogy azt mondtam, hogy gyerekeknek való és ilyen max. 1-2 óra, szerintem mi itt el tudnánk szórakozni elég csak felé. Igen, vannak ilyen felnőtt, vagy hát nekünk való játékok is, úgyhogy... Szabadon értelmezett felnőtt játékok. Igen. Néhány éve jártatok már Máltán, akkor egészen biztosan elmentetek az Azur Windowhoz, ami az egyik legnépszerűbb látványosság volt itt szerintem. Főleg azután, hogy a Trónok harcában az egyik jelenetet is ott forgatták, ha jól emlékszem, Khaleesi esküvőjét talán. Viszont 2017-ben az erős szél hatására az összeomlott, viszont rengeteg ehhez hasonló hely van még itt egyébként. A helyiek, meg igazából a turisták is kiválasztották a maguk új Azur Windowját, amihez most mindjárt oda sétálunk. Ami még nagyon érdekes ezzel a helyjel kapcsolatban, hogy teljesen szabályos vonalakat láthattok, de ez teljes egészében természetes módon alakult ki, tehát nem ember készítette. Itt vagyunk a sziget déli részén, Marsaslok nevű kis halászfaluban, és hát hihetetlenül hangulatos, hiszen ahogy körbenézhettek körülöttem is, minden tele van halászhajókkal, ugyanis ez valóban egy aktív halászfalu, nem csak egy turista látványosság. Itt állandóan kihajóznak, és innen fogják be a tengerből a halakat. Egyébként érdekesség, hogy bár annak ellenére, hogy Málta egy sziget, és ugye mindenhol a tenger veszi körül, mégis a hal, illetve mindenféle tengeri herkentyű drágább, mintha sima hús lenne, ugyanis egyre kevesebb hal van a tengerekben.
Mindenhol ezek a nagyon színes, tradicionális halászhajók vannak, és itt az idegenvezetőnk az előbb azt mondta, hogy egyszer megkérdezte az egyik halászt, hogy miért ezeket a színeket használják, meg hogy általánosságban miért ilyen színesek a hajók, és a halász megkérdezte tőle, hogy te reggelente szoktál sminkelni? Na, ez is egyfajta smink a hajóknak. A másik magyarázat pedig erre az, hogy a kék szín reprezentálja a vizet, a piros a termőföldet, a sárga pedig a napot. A hajófestés másik fontos része pedig még ez a két szem, amit ott a hajó elején láthattok, amit az arab kultúrából vettek át, és igazából ez egyfajta védelmező szimbólum az ártó és gonosz dolgokkal szemben. Mindenhol tényleg fantasztikusan finomakat ettünk, és most megmutatom nektek, ez egy tipikus előétel három főre. Még egyszer mondom, három főre előétel. De hát nézzétek meg, azt hiszem mindegyik oldala igazán incsiklandónak tűnik. Hát mi már kóstoltuk ezt a típust, szóval tudjuk, hogy az is lesz, és hát most megnézhettük az elkészítését is. Itt helyben készült kenyér, amire paradicsompürét tettek, illetve megszórták egy ecetes, olívaolajas, bazsalikomos kis öntettel. Van itt aszalt paradicsom, kecskesajt, frissen elkészült, kifejezetten máltai kolbász, kis mártogatósok, úgyhogy hát azt hiszem, vágjunk bele, nem lesz egyszerű feladatunk, mert ezután még egy óriási hal is jön, de hát az illata már most elképesztő. Megérkezett a főételünk is, és hát ahogy mondtam, itt nem kis méretekről van szó. Ennek a helynek egyébként az is a különlegessége, hogy itt nincsen fix étlap, hanem mindig az alapján választják ki, hogy milyen ételeket fognak főzni, hogy éppen mit tudtak kifogni, vagy mit tudtak beszerezni a helyi halászoktól. A mi halunk elkészült, amit csak gőzzel főznek meg, és a különlegessége az, hogy a belseje helyi paradicsommal, bazsalikommal és mentával van megtöltve, a tetején pedig citrom. Ez lett volna az én 10-es listám innen Máltáról, de igazából valószínűleg a végtelenségig lehetne ezt folytatni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!